Kedves nézőink, a múlt héten rendezte meg a Kislődi Általános Iskola a hagyományos Szeresd a Magyar című vetélkedőjének döntőjét a helyi kalandparkban. Most ide látogathatnak el velünk. 5. éve szervezte a Kislődi Általános Iskola a Bakonyi Kalandparkban a Szeresd a Magyart vetélkedőt. Ki volt az ötletgazda? Tulajdonképpen a kislődi gyerekek voltak az ötletgazdák. 3 évben Zsinórban egy országos természetvédelmi versenyt nyertünk, és a gyerekek elfáradtak az utazásba, és mondták, hogy Ági néni, csináljunk mi egy valami hasonlót, és így a kollégákkal kezdtünk beszélgetni gyerekekkel, és megszerveződött a verseny. Ez egy megyei verseny. Kiknek küldik a felhívást, és hányadik osztályosok jelentkezhetnek? Minden iskolába elküldjük a megyében, a tankerületeknek adjuk ki az e-mailben az értesítőt, és 7.-8. jelentkezhetnek, 2 7-es és 2 8-os van a csapatban, és így versenyeznek. Az iskolai fordulónál ki juthat tovább? Idén 42 csapat jelentkezett, és 12 legjobbat választjuk be a döntőbe, és most a 12 döntős csapat szerepel itt. Pápakovácsi, Veszprém, Balatonfüred, Halimba, Urkut, Tüskevár, Nemesvámos, Ajka, Szengál, Városlőd, Herend és Ajka rendek csapata. Milyen témakörökben kell felkészülniük a gyerekeknek? Legegyszerűbben úgy fogalmaznám meg, hogy minden, ami magyar, tehát a hungarikumok, a magyar értékrendet követő dolgok, minden magyar étel, irodalmi erekéink, magyar sportolóink, tehát ami belefér, minden ilyesmi. Egy előzetest adunk ki, általában meghatározunk. Idén is híres magyar sportolók, hungarikumos tudnivalók, nemzeti parkok is bekerültek idén. Aztán különböző kvíz kérdések, magyar mesék is bekerültek idén, olyan énekek, amelyekre méltán büszkék lehetünk, és ilyen feladatok. Keresztrejtvény formájában, igaz, hamis formájában. Próbáljuk a 12 állomáson mind változatosabbá tenni ezt az egész versenyt. A gyerekeknek csapatnevet és csapatlogót is kellett választaniuk. Mennyire ötletesek ezek? Hát nagyon ötletesek, ezt is díjaztuk az előzetes fordulóban, és minden olyan kezdeményezés megmosolyogtatott minket, mint a pálinkás Túró Rudik, mindegyik magyar, tehát ez egy nagyon klassz név volt. Aztán porcelánmanóktól elkezdve, majolikumokon keresztül mindenféle nevet kitaláltak, de jók voltak. Hány állomáson adnak számot a diákok a tudásukról? 12 állomáson dolgoznak, és a tó körül, a kalandparkban, ami a helyszínünket adja, a tó körül, mint egy ilyen akadályverseny, úgy haladnak a csapattagok. Kik voltak a felajánlók, és kik készítették az ajándékot, és mit kapnak a győztesek? Igen, legnagyobb támogatónk a kalandpark. Az első 3 helyezettet karszalaggal, tehát a 4 fős csapatról beszélek mindig, karszalaggal ajándékozza meg. Aztán az első helyezett egy bakonyi kisvonatozást kap a Forrás Vendégház felajánlásában. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park a Tavasbarlangi belépőt adományoz a Bakonybéli Erdőkházába is egy felajánlást. Aztán Kislőd község magánszemélyei is felajánlók között szerepelnek. A Pannon térség fejlődésért alapítvány, a Vándorsellegünk adományozója is támogat minden évben minket. Az iskola dolgozói, természetesen a gyerekek, és együtt készítjük el az ajándékokat a gyerekekkel. A verseny után a versenyzőknek van-e lehetőségük arra, hogy a kalandpark játékait kipróbálják? Igen, körülbelül délre, 12-re befejeződik a verseny, akkor egy finom paprikás krumplival várjuk őket ebédre. A nevezési díjban krumpli, kolbász és a hagyma szerepel, és ezt hozzák magukkal, mint nevezési díjat. Ebből főznek a kollégák egy paprikás krumplit, és közben egész délután a kalandpark játékait ingyen használhatják. Ameddig akarnak, addig maradnak, és addig játszhatnak kedvükre. Azt hiszem, ez is elég nagy ajándék. Melyik iskolából érkeztetek? Az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskolából. Mióta és hogyan készültetek fel? Kinek a segítségével? Hát már hetek óta készültünk, a töri tanárunk Balogh Béla bácsi készített fel minket, ő segített nekünk, és a rajztanár segítette a felkészülésben.
Történelmen és rajzon kívül milyen tárgyakból készültetek, és milyen témakörökből? Hát földrajz, ugye hungarikumok, mindenféle, ugye állatok, sportolók, és kézművesség, ugye. Nektek tizenéves fiataloknak mit jelent az, hogy magyarok vagyunk, és a hungarikum mit jelent számotokra? Hát hova tartozásunkat, hogy megtudjuk, hogy honnan jöttünk, és hogyha esetleg külföldre megyünk, akkor tudjuk, hogy mire lehetünk büszkék. 11 állomáson milyen témakörök voltak, és mennyire volt nehéz a verseny? Hogy érzitek most? Hát 8-nál kezdtünk, és egyre fokozódott, szóval a vége felé már egyre nehezebb lett. Az elején még így könnyebbek voltak, de szerintem jól sikerültek. Verseny és ebéd után lehetőség lesz kipróbálnotok mindannyiótoknak a parkot. Milyen játékra mentek? Mit terveztek? Hát a bobot szeretnénk, mert azt még nem próbáltam. Meg talán a lézerharc és a gumicsónakpálya. Mikor nyitott az idén a Kislődi Kalandpark? Idén úgy időzítettünk, hogy március utolsó hétvégére esett a nyitás időpontja, és hát azóta folyamatosan nyitva vagyunk. Milyen új attrakciókkal várják ebben az évben a látogatókat? Több játékkal is készülünk a vendégeknek, de mondhatom, hogy van egy igazán új játékunk, vagy talán egy igazán nagy szenzáció is. Készülünk egy óriás átcsúszó pályával, ami 1 kilométer hosszúságú lesz, 120 méter a szintkülönbség, és ezen a távolságon 70 km/h sebességgel tudnak majd a vendégeink csúszni. Ez egy megaciplány rendszerű átcsúszópálya, ahol fekvő helyzetben madár módjára közlekednek majd a vendégek. Úgy tudjuk, hogy Európában ez a második ilyen létesítmény. Igen, egy ilyen pálya működik eddig Európában, ez Németországban van. Hát és mi is még úttörőknek számítunk, de bízunk benne, hogy a térség turisztikai vonzerejét is jelentősen tudjuk növelni ezzel a pályával, illetve a kalandpark látogatottságát is. A tavalyi évben a németországi pálya az év turisztikai attrakciója lett. Várható-e, hogy Magyarországon is ugyanezt a sikert fogja elérni? Bízunk benne, hogy valami hasonló sikert el tudunk vele érni, bár megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy Magyarországon létezik-e, vagy működik egyáltalán ilyen díj, de most, hogy szóba került, indítványozni fogjuk, hogyha nem működik, akkor kerüljön valami hasonló bevezetésre, és hát reméljük, hogy úgy a vendégeknek, mint pedig a magyar turizmus képviselőinek az előnyére tud válni egy ilyen pálya. Tavalyi évek tapasztalatai alapján melyek a legnépszerűbb játékai a parknak? Továbbra is favoritnak számít az erdei drótkötélpálya, aztán a húfánkpályát is ide sorolhatnám, és a tavalyi évben fejlesztettünk egy bobpályát, ami szintén egy nagyon izgalmas, nagyon lendületes pálya lett. Ezt is rendkívül szeretik a vendégek. Mondhatom azt, hogy szinte minden ide érkező kipróbálja. Tavalyi évben számos programmal várták az érdeklődőket. Az idén melyek lesznek a legnagyobb rendezvényeik? Az idejében is vannak már olyan fix rendezvények, amik megrendezésre kerülnek. A betyár találkozó szintén rendezésre fog kerülni az idejében, mint a tavalyében is, illetve készülünk egy színházi produkcióval, Nemzeti Lovas Színház, illetve a Sziget Színház előadásában a Kör című Erdő Musical kerül bemutatásra. Ez augusztus 7-i dátummal kerül megrendezésre itt nálunk. A betyár találkozónak mi az időpontja? Betyár találkozót azt augusztus 20-ára szoktuk időzíteni, akkor egy kis programmal is mindig készülünk, kedveskedünk, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek anno az akkori betyárok életébe, és egy betyár pandúrharc, ami megelevenedik itt a kalandpark színpadán, vagy a kalandpark lankái között. Mikortól meddig van nyitva a kalandpark nyáron? Folyamatosan nyitva vagyunk, 10 órai nyitással kezdünk, és próbálunk alkalmazkodni a nap lemeneteléhez, tehát már hétvégeken most 7 óráig nyitva vagyunk, és a főszezonban majd 8 órai zárás lesz.